két nap alatt azért sok minden nem lehet csinálni, meg átalakítani. Nyilván ellenfélként ismertem őket, de más, amikor velük dolgozik az ember. Én úgy gondolom, hogy ebből a két napból kihoztuk a maximumot, és játszottunk egy nagyon jó mérkőzést. De itt kiemelném, hogy az elmúlt 5-6 hét munkáját, tehát a Péternek, illetve a Kekének a munkáját köszönöm, mert jó állapotban van a csapat, és nem úgy vettem át őket, hogy gyakorlatilag nulláról kellene kezdeni mindent. Rögtön egy ilyen nagy rangadóval kezdtünk, ahol én úgy gondolom, hogy abszolút méltó ellenfelei voltunk a Debrecennek, és nagyon közel álltunk a bravúrhoz. Bízom benne, hogy ebből a mutatott játékból ebből erőt tudunk meríteni a következő fordulókra. Most jól jön az, hogy jövő héten nincs mérkőzés, van egy kicsit több időnk készülni a Budaörsre, meg amivel kezdtük, hogy megismerni egymást, nekem a csapatot, a csapatnak engem. Lesz idő jobban belemélyedni a taktikai dolgokba, úgyhogy bízom benne, hogy ez a két hét elegendő lesz felkészülni a Budaörsi mérkőzésre.